a mai nap egy ilyen kicsit regeneráló jellegű futást csinálnánk, hiszen remélhetőleg a hétvégén a verseny, atlétika verseny mellett a többiek is azért jól elfáradtak, és akkor egy kicsit most ilyen könnyített, tempójú edzést csinálnánk, úgy is nevezhetnénk, hogy felfedező futás. Hétvégén került megrendezésre a junior és ifjúsági fedett pályás atlétika országos magyar bajnokság a budapesti bokcsarnokban. Salgó Tarján három kiváló sportolója is képviselte városunkat a versenyen a Salgó Tarjáni Atlétikai Klub színeiben. Mag Viktória szerezte meg az első helyet 3000 méteren, így idén másodszorra nyerte el a bajnoki címet. Tudatos versenyzéssel, óriási teljesítménnyel az utolsó métereken döntötte el a bajnokság sorsát. Testvére, Mark Fruzsina is eredményesen szerepelt, a dobogóról épp hogy lecsúszva a negyedik helyen sikerült zárni az eseményt. Általában terepen edzünk, de most ugye erre a versenyre külön készültünk atlétikai szempontból is, így 1000 métereket futottunk, kicsit gyorsuló edzéseket csináltunk. Mindig eléggé izgulok, főleg az elején az ilyen versenyeken. Nagyon kiélezettek, de igazából rajt pillanatában már úgy lenyugszom és tudok koncentrálni. Eléggé kell benne taktikázni is, hogy mikor kell gyorsítani, vagy mikor érezzük úgy, hogy még van bennünk plusz energia, és ezt a részét nagyon szeretem. Évről évre, versenyről versenyre teszi egyre magasabbra a lécet a fiatal futó. Nem gondolta volna, hogy ilyen jól fog teljesíteni. Nem vezettem az elején, hanem egy másik lány vezetett nagyon sokáig, aztán amikor már csak 6 kör volt hátra, úgy éreztem, hogy még van bennem energia, és bele tudok gyorsítani. A nagyobb ellenfelem, Eszter, ő szintén tudott gyorsítani még, és tulajdonképpen csak a befutón múlt, hogy sikerült végül nyernem. Nagyon kemény volt a hajrá végén. Mag Viktória idén még számos versenyre készül. Általában tájfutó versenyekre készülök most majd a jövőben, de majd a mezei OB-ra is szeretnék elmenni, meg még egy-két atlétika versenyen is szívesen részt veszek majd. A Dornyai Sportegyesület edzésein elsősorban a tájékozódási futás versenyére készülnek, de az atlétika versenyek és a természetjárás is az egyesület profilja közé tartozik. A tájfutó versenyszezonra való felkészülés közben azért jó néhány sportolónk atlétika versenyeken is elindul, illetve hát ezekre is igyekszünk fölkészülni, azokra, amelyek beiktathatók a tájfutó versenyszezonba. Most már több éve a fedett pályás atlétikai bajnokságra is igyekszünk valamilyen mértékig fölkészülni, illetve hát a mezei bajnokságokra, meg diákolimpiákra oda rendszeresen minden évben indítunk versenyzőket. Az egyesületünk, mivel tájfutó a fő profilunk, a Magyar Atlétikai Szövetséghez nem akartunk még regisztrálni, viszont nagyon jól együtt tudunk működni a Salgó-Tarjáni Atlétikai Klubbal, és a triatlonosokhoz hasonlóan mi tájfutók is a SAC színeiben versenyeztetjük a tájfutóinkat az atlétika versenyeken is. Ez a fajta Salgó-Tarjáni összefogás nagyon jól működik szerintem, kicsit költségtakarékosabb is, és hát a salgótarjáni fiataloknak így megvan a lehetőségük bármelyik futósportágból is az atlétika versenyeken való elindulásra is. A tanítványok edzőjétől, Samkó Tibortól megtudtuk, hogyan készültek a lányok, előtte milyen megméretetéseken kellett helytállniuk. Természetesen a további tervekről, versenyekről is szó esett. Múlt hétvégén volt a fedett pályás magyar bajnokság a junior és az ifjúsági korosztály részére. Egy héttel ezt megelőzően volt a felnőtt magyar bajnokság, illetve mi a két tájfutó lányunkkal elindultunk még a Budapest bajnokságon, Budapest fedett pályás bajnokságán is 3000 méteren. Tulajdonképpen két ilyen fedett pályás versennyel, a Budapest bajnoksággal, illetve a felnőtt OB-val készültünk erre az elmúlt hétvégi junior bajnokságra.
és hát ezek után a most hétvégi 3000-es futás pedig tulajdonképpen fölülmúlt a várakozásainkat, hiszen nagyon nagy csatában, de Vikinek sikerült megnyerni a junior magyar bajnokságot, és Fruzsi is egy nagyon szép negyedik helyet gyűjtött be. Most már nagyon közeledünk a tájfutó szezon kezdetéhez is, hiszen március közepén elindulnak a tájfutó versenyek, és a lányok mindketten az ifjúsági válogatottban is szerepelnek, Viki A keretben, a Fruzsi pedig a B keretben van a tájfutó válogatottban. Tehát nagyon fontos válogatott beli és országos bajnoki események is várhatnak rájuk. Mindkét lány nagyon jó fizikális, szellemi adottságokkal és mozgáskoordinációval rendelkezik. Edzőjük 8 éven át kísérhette végig fejlődésüket a Besztercei testnevelés tagozatos osztályban. Tulajdonképpen a megfelelni vágyás, meg a sikerek iránti igény, ezek így együttesen azt eredményezik, hogy ők minden egyes edzés munkát nem 100%-osan, hanem helyenként még 100% fölötti módon is igyekeznek végrehajtani, és hát nyilván ez a szorgalom, meg az adottságok, képességek, ezek az alapjai a jó eredményeknek. A Dornyai Sportegyesület és a Salgó-Tarjáni Atlétikai Klub versenyzőinek további sikeres munkát kívánunk.